a roma tánckultúra témakörében szerveztek ki, mit tudott néhány nappal ezelőtt Kaposvőn. Valójában bizonyára a nagy közönség is ismeri azt a problémakört, hogy a cigány kultúrának az ápolása az nagyon sokáig nem érvényesült. És csak olyan magánjelleggel autentikusan végezték az emberek otthon, vagy szükebb családi körbe. Majd egy később időszakban érezték azt az igényt, hogy ezt ki kell szélesíteni, és létrehozták azokat a csoportokat, együtteseket, zenekarokat, amelyekkel a valóban a roma kultúrát, és itt válogatás nélkül, hogy milyen fajta roma kultúráról van szó, tudták bemutatni. A szólóban és csoportban is színpadra lépő Ignác József is régóta táncol. Vannak próbáink mindig, ilyen hetente kb. És mindig ott tanulok új lépéseket, meg ilyeneket, és ott tanultam meg itt táncolni. Ezek a rendezvények a szakértők szerint a többségi társadalom számára is érdekesek lehetnek, hiszen megmutatják a fiatalok kötődését saját táncaik iránt. A Kaposvár-Somogy megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület roma tagozata 15. alkalommal szervezett ilyen seregszemlét. Ezt a mai rendezvényt is az egyesületünk anyagilag is támogatta. Pontosan tudjuk, hogy ezeknek a civil egyesületeknek a forrásaik nagyon kevesek. Ezért mi lehetőséget teremtünk, hát ha találunk tehetséges fiatalt, és ezeknek a feltételrendszerét akarjuk megteremteni. Ezért vagyunk itt, ezért segítjük őket. Az előadások után egy 5-tagú zsűri értékelte a látottakat. A Somogy Táncegyüttes egykori tagja, Rónai Balázs pedig szakmai tanácsokkal látta el a fiatalokat.